Annyi a jó kérdés, beszélgessünk, a műsor támogatója a jettel folyamatosan bővülő 5 hálózata. Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és az utal nézőit is. A tavasz évadban ugyanis videós formátumban is láthatóak vagyunk. Egyébként pedig a megszokott platformokon lehet hallani, és azt a az évadot, amelyben a partnerünk a tel, és ami a kommunikációról szól, Két író a mai vendégem, és azért mondom el a felvezetőben, hogy apa és gyermeke, mert ez fontos a témánk szempontjából, ugyanis a családon ö, belüli kommunikáció, szülő-gyerek kommunikáció a témánk. Nyári Luca és Nyári Krisztián, sziasztok! Sziasztok! <laughs> Engem mondtak előbb! De, gondoltam, Gondol hogy ez a, az udvariasság még itt belefér, de egyébként a Krisztián visszatér a vendégünk a poféterben. úgyhogy a, leg, a legelső évadban voltál még, ha emlékszem a Marsalkó Dáviddal. Igen, az az a legelső. Az a legelső képzeld el, mm -hmm. ennyire imádunk, hogy már az első évadban meghívtunk. Én arra mindig vágytam a, már, hogy az eredeti formátum után, hogy egyszer elmenjek a popféterbe, de én már kétszer voltam, sziasztok! Hát igen, van, akinek bejött az élet a mindenféle felvezető előtt egy ilyen picit kifigyeltelek benneteket, mondjuk így. Azok az emberek vagytok, akik ahhoz képest, hogy valószínűleg már kiemelkedően sokat beszélgettek életükben, szerintem ti bármennyit tudtok egymással beszélgetni, mert magatokra hagytunk benneteket a gangon, és hallottam, hogy folyamatosan beszélgettetek. <hih> most jött haza egy nyaralásról, úgyhogy most így éppen volt, miről beszéltünk, mert itt szereti nekem elmondani, hogy milyen szép dolgokat látott helyeken, ahol engem nem vitt magával. <laughs> meg az van, hogy a Luca nagyon tud beszélni, meg nagyon tudok hallgatni, és így tudjuk egészíteni egymást. Ez egy jó dinamika akkor így. Na, hát nem tudom, hogy a ti családotokban hogy működik. Van, ahol van a gyors reagálású családi cset -csoport, ahol minden azonnal bekerül a közösbe, van olyan, ahol kizárólag Probléma vagy akció esetén kommunikálnak egymással az emberek, a családotokban hogy működik az online kommunikáció? Ugye most nagyon erős az online kommunikáció, mert nem lakunk már együtt. De persze korábban is volt, hogy egy lakásban is, hogy inkább küldtek SMS-t, meg messenger üzenetet a másik szobába, mint hogy a úgynevezett emberi hangot ilyez, Hogy a már egy vizet, vagy? Hát körülbelül ilyen, de azért nyilván, amikor egy fedél alatt éltek, akkor azért megvannak a terek konyha elsősorban, ahol, ahol lehet beszélgetni. Most ugye nem lakunk együtt, kirepültem a családi fészekből én, és, és így aztán mindig online kezdődik el, SMS csoport, meg, meg, meg ilyesmi, és hát praktikus dolgokkal kezdődik, aztán persze lesz, néha lesz belőle kevésbé praktikus, vagy mélyebb, vagy, majd vagy, vagy tartalmasabb beszélgetés is. Neked mennyire komfortos ez? Um, egyébként, vagy így megszoktam azt, hogy így is kommunikálunk, meg egyébként apa nagyon viccesen beszélget velünk ö, üzenetben, és ezért így igazából szerettem, is, amikor ezek online vannak, mert akkor így van róla így bizonyítékom, tehát így például azokat a beszélgetéseket szeretem legjobban, akkor csak így beküldesz, hogy volt egy ilyen nagyon hosszú beszélgetés, hogy mi, az a ba, mi volt a baku, mi az a tobogán, ezt kérdeztetem, és kérdeztem, hogy bakugánra gondoltál, de nagyon sok időbe telt így odáig eljutni, meg vannak ilyen különböző csatcsoportok, hogy nekünk van apan nélkül tartunk a hugommal, nincs benne. Van ilyen nagyobb családi csecsoport is, amiben már így a Nagy nagymamánk is. is. benne van, meg, és akkor oda ő ír ér érdekes dolgokat, de az ilyen családiak, baj, a családi csoportokban is így, így posztolunk, és csak ilyen hülyeségeket beküldünk meg, hogyha így láttunk valami nagyon furát valahol azokat szoktuk így megosztani. És azt el is felejtettem mondjuk neki elküldeni. Láttam egy csávót Prágában, akit egy reckless feliratú pólóban tartoztatott le éppen egy rendőr, és azt emlékszem, hogy be akartam küldeni, de nem sikerült egy elég tiszta képet csinálnom róla. Úgy érzem, hogy nem biztos, hogy akarjuk tudni, mi zajlik az apa nélkül cseh csoportban de egy kicsit azért furdalja az oldalam a kíváncsiság, hogy mi alapján el, hogy mi melyik csoportba kerül be. Hát még amiről nem akarjuk, hogy tudjon, azok biztosan oda kerülnek, tehát mondjuk amikor így ilyenek vannak, hogy Lisa már három hete rohaszt valamit a hűtőben, amit így nem akar kidobni, akkor azt nem apálod fogom írni, vagy ne tudja meg, hogy ilyen állapotban tartjuk a család, családi fészket, amíg ő nincsen ott. De mondjuk azok a dolgok, amikor elkezdtek rohadni, azok már akkor rohadtak, amikor te ott laktál igazából, de. Megoldjuk. Krisztián, a tempót mennyire könnyű tartani a lányokkal? Hát ez érdekes kérdés. Valahogy úgy, nekik mindig más tempójuk volt, mint nekem. Úgyhogy nincs meglepetés, meg úgy hozzászoktam, tehát nem okoz ennél problémát, problémát. Általában mind a kettő van, amit mondasz, hogy van a probléma megoldó típusú online kommunikáció, hogy most azonnal ez van, az van, és akkor az, az gyorsan. Meg vannak ezek a vicces hülyeségek, amikor ugye nem kell hirtelen reagálni. Egy, a nem is tempó, inkább, hogy mondjam, bioritmus probléma, hogy ugye, ugye ők kés, sokkal később alszanak el, mint én, és azért amikor így egy, hajnal egy és kettő között még jön egy-két SMS, amire persze felébredek, és abban nincsen semmi, csak valami vicces dolog, akkor én kevésbé nevetek. <laughs> Igen, mi nálunk a baráti csoportokban szokott ez lenni, hogy mondjuk a komoly munkát végző belgyó, hogy aki egész nap nem tud ránézni a telefonjára, így a nap végén megkap, meg ezer üzenetet, amiben semmi más nem zajlik, csak kretén mémeket küldözgetünk <laughs> egymásnak, akkor azért úgy egy kicsit átérzem az ő helyzetét. És akkor erre persze azt szokták mondani, hogy mi nem némítom le, hogyha alszom. Azért, mert egyébként lenémítom, de vannak emberek, akiknek nem némítom le, tehát ezt be lehet állítani, mert ott közben meg azért írnak, hogy kigyulladt a lakás, vagy nem tudom én, valami óriási havária helyzet nem van. Nem téged hívnánk, ha kigyulladna a lakás oh. egyébként. Csak hogy mondom, hogy nekem az ilyen, ilyen rendőrség involved helyzetekre, nekem egyébként az öcséd a, az emergency kontaktom. Mert hogyha Nagyon nem, hogyha mondjuk valaki kórházba kerül, akkor téged hívnálak, de hogyha mondjuk letartóztatnak, akkor nem téged hívnálak. És miért nem? Pánikolna? Nem, mert az, az, az neki, az, tehát hogy ha hasonló életútja van a Gabinak, mint nekem, ő kevésbé ítélne el engem, érte? Amikor egyszer voltam rendőrségen éves koromban, akkor is egy Gabit hívtam fel, de nem, téged is felhívtalak, és te csak így, oké, jó, hát akkor az haza, és így nem is jöttél, nem is büntettek, megérte? Úgyhogy igazából... Mert már diszociált. Szerintem már ilyenkor meg, a, szok, hogy... meg hogy a, a, köztük is ugyanakkor a korkülönbség olyan köztem és a nagybátyám között, uh -huh. mint apa és az öccse között, úgyhogy már kb. mindent láttak a tesójától, amit én megcsinálhattam volna. Úgyhogy szerintem még a, a, Gabihoz képest még egy jobb, jó gyerek is voltam ezt így nem mondanám, de talán lány volt elő, meg fiú, tehát más hülyeségeket csináltak. De ez kétségtelen jó iskola volt, hogy, hogy, úgy végignéztem ezt már 14 évvel korábban. Meg az is jó, hogy tényleg ugyanannyi idő van a kettőnk között, mint ők kettőjük között, és akkor így aztán, ahogy az öcsém számára én egy fiatal felnőtt voltam, akivel meg lehetett beszélni dolgokat, amit nem akarta az anyámmal megbeszélni, vagy az a saját anyával az ugyanilyen volt köztük, hogy meg lehetett beszélni az öcsémmel, aki ilyen félig szövetséges fiatal felnőtt volt. És nagyon jól csináltam, mert nem árulta be őket soha. Igen, ja, meg egyébként nem, nem, szóval nem, nem kellett azért ezzel sokszor élnem. Azért általában azt éreztem, hogy nem csináltam olyan dolgokat, amiket nem beszélhetnék, meg mondjuk így a, a szüleimmel, meg mondjuk szerintem csak olyan dolgot nem beszélnék meg veletek, amit mondjuk én szégyellek, de nem nagyon szégyell, tehát hogy mivel olyan erős morális kódom van, amit meg tanultam, emiatt ritkán csinálok azért olyan dolgokat, amire mondjuk azt érzem, hogy ú, ez annyira gáz, hogy ezt nem mondanám el a szüleimnek. Tehát, hogy nem, nem nagyon szoktam olyan krízis helyzetekben lenni, amiket így szégyelnék megosztani más emberekkel, mert általában, ha valami krízis helyzetben vagyok, akkor ez nem az én hibám, csak így szarul alakultak a dolgok. Úgyhogy azért ilyen ritkán van. De, de igen, hogyha egyszer letartóztatnának, akkor biztosan az a csillag hívnám, és nem téged. <laughs> Majd te kapnál róla egy messenger üzenetet valószínűleg. Mi is nagyon sok mindenről kaptunk messenger üzenetet, Ez úgy valószínűleg az szó, amikor lehet volna megbeszélni. Engem az elmúlt... No, ez, így, ez, ez, be, ezt, nem engedjük el. Elmúlt húsz évben az öcsém azzal hívott, hogy ne egy meg, de akkor tudtam, hogy meg kell ijedni. <gül> <gül> ez egyébként így van. Amikor apukám bármilyen videós nyilvános szereplésen lát, és mindenki azt mondja, hogy aha, olyan nyugodt volt -e? nagyon izgultál -e, mi? Ő uh -huh. tudja, hogy amikor azt mondod, hogy nem, nem, de hogy is nyugodt vagyok, akkor izgulsz a legjobban. Ez nálatok is így van. Ne ijedj meg, akkor fixen meg kell ijedni. Na, na szóval, hogy, vagy, hogy is vannak ezek az üzenetek, amiket, dolgok, amiket messengeren tudtunk meg? Ja, nem, hanem például simán az, hogy apa, nem, ő így tök máshogy hogy mi az az információ, amit meg kell osztani, és mi az, amit így elég utólag, és azért nagyon sokszor van olyan, hogy nem tudom, valamilyen komolyabb ilyen életeseményt úgy közölnek velünk, hogy Ja, egyébként nem tudom, az XY kórházban van, de tudod már így ott van két hete, vagy mondjuk izé, nem tudom, hogy ja, mi most így eljöttünk nyaralni, és akkor itt miért nem szóltál, és így nem tudom, mindig így utólag értesülök a apának a fontosabb életesemére, mert hogy így nem, neki, ő nem gondol rá, hogy minket ez így érdekelne, vagy így szólnia kellene róla. De ezt így látom, hogy egy csomó szörtének csak erről van szó, hogy én nem, nem gondoltam, hogy ez nekem fontos megemlítenem, hogy most izé két hétre elmegyek innen. És akkor mindig így tudjuk. Mert de ezeken a húgom jobban szok, kiszokottak adni, mint én. Mert azért én se tervezek ennyire a tesómnak. Most már egyre -egy kevésbé, de így nagyon fontos neki azért, hogy így mindig tudja, hogy mi történik. Úgyhogy nekem mindig meg kell mondani, meg így mindenről előre kell tudnia, hogy ne stresszeljen rá. Nekem inkább az szokott lenni, hogy nekem más... Nyilván, ahogy az online világba belecsöppentem, bár meglehetősen korán, tehát fiatalabb voltam, mint a lucáék, és még az ős internet korában, tehát tulajdonképpen én félig meddig ilyen digitális benszülött vagyok én is, de nekem az, a munka online kommunikáció az az e-mail. Az e-mail nekik a kőtábla. Tehát amikor azt kérem, hogy valamit e-mailbe küldjenek, mert munka, akkor tényleg olyan, úgy néznek rám, te azt mondanám, hogy ezt most agyaktáblákra égessétek, én, és én hozzá el egy futár. Hogy... E de ilyen fontos információt inkább esemény, hogy ha mondjuk egy dokumentumot kell küldem, hogy azt nyilván e-mailben szoktam, de hogy az nekem. De az hogy... egy edukáció volt, én hogy nem már ne SMS-be jöjjön a dokumentum. Ismerek így szorosan e-mailben nekem, inkább ez a fő, hogy az ahol az idegen ember, aki szeretne engem megkérni valamire, ír nekem, de hogy én a saját családommal miért beszélgesek e-mailben, az nekem ilyen nagyon fura. És és ő máshogy használja, de cserébe viszont a, az Instagramot azt nagyon úgy használod, mint, mint ahogy így, olyan öregen használod az Instagramot, ezt be kell így uh, vallanom, hogy azt csinálja, hogy az, az, appon belül fotóz, amit szerintem tényleg így, nem tudom, 30 éven alul senki nem csinál, hogy megfogja az apot, az Instán fotóz, ráhúzza az első ilyen szépia filtert, ami így ott van, és akkor így kirakja, hogy hashtag csevapcsicsa, <coughs> és így mindig így odaírja egy nagyon-nagyon pontos hashtag, -e, hogy éppen mi történik a képen, és ebből tudom mindig, hogy hol vagy, hogy hashtag osztálytalálkozó, hashtag disznóvágás, és akkor így ezeket posztolja, a fele az Instagramjának egyébként azok ilyen husok husok és épületek, és ezeket szokta posztolni. Hát ez érdeklődési körömnek meg De az, nagyon, az még jobban megijesztő, hogy most már TikTokod is van egyébként. De ezt nem használom, azt arra használom. Még, még. Még eljöhet. Vannak vele problémáim, de a, a az tényleg azért részben a, 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 saját podcastem kapcsán kerültem oda, megnézni szeretem, mert, mert, néha egészen tanulságos. Mit nézel TikTokon? Belekeveredtem egyszer, elkezdtem nézni az úgynevezett élőzéseket, és az borzalom. De milyen értelem? Jaj, borzalom? De... Hogy egy random dobja föl, hogy élő, egyébként ez egy délelőtt volt, és a fele iskolákban élőző középiskolások, meg, meg vannak, vannak aztán élőző nyugdíjasok, meg nem tudom, ilyen otthon italozó alkoholisták, mindenféle. De az egész egy, ez a fargót néznéd. Hogy tehát, tehát, tényleg ri, 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 riadalom volt, és tehát, ezt azért meg kell ismerni. De mi, mindenki tudja, hogy ezek az ilyen legszemetebb tartalom a titokon, amikor emberek csak így pénzért könyörögnek, live-on meg ilyenek, és te így pont ezeket nézed. Hát ez nem mondom, ezeket hogy minden, minden nap, de így így hogy. Lapozom. Hát, Tudod, ez, ez olyan, mint beleolvasni valahova elmész. Én, szere, én, hogyha elmegyek egy idegen helyre, akár külföldre, akkor szeretem megnézni, hogy mi van a, a legmocskosabb bulvárutságban, meg mi van a nagyon szeriőz őzlapban, mert akkor egy kicsit úgy érted, hogy, hogy, hogy hol vagy. Na hát a legmocskosabb bulvár az szerintem most már a TikTok élőzés. Ezzel ez abszolút egyetértek, és ugye, ahogy beméri a telefonot, hogy hol vagy, és elkezdi dobálni a másik ilyen nagyon jó szűrű, a reklámok. Hogy, hogy, miket dobál fel az adott országban, az adott nyelven, mondjuk az Insta, az nagyon tanulságos tud lenni. Meg Bola. amúgy Instán szoktam követni a Lucát, hogy ott, Igen. De a privát Instámat azt nem engedem neki, hogy kövesse azt így, azt felnőttek nem követhetik, vagy én is felnőttek, de hogy például azt így barátaim szüleinek, meg így saját családomnak nem engedem, hogy így kövessék. Mert az a, a, a trash Instagramom, és nem akarom, hogy azt hiszem a Gabinak, vagy így, nem a Gabinak nincs is, a Zsófinak megengedtem, hogy kövessen a feleségének, de, de más nem követhet azon, az, a, az a És tudom, hogy ez mi. Content. Nem, de lehet, hogy nem is akarod. Lehetséges. Oda posztolom azokat, az olyan az, az képen, ami így, a, mert én is ilyen munkaeszköznek használom úgy ebből a szempontból az Instagramomat, hogy például mivel nagyon sok munka és kapok rajta, meg például gyerekek is követnek, emiatt nem posztolok mondjuk olyat, hogy iszom vagy dohányzom, ami mondjuk nyilván történik ilyenek, 23 éves vagyok, de hogy oda nem rakom ki, és akkor az összes ilyet minizé valahol üvöltözöm a barátaimmal, és úgy nézek ki, mint egy hajléktalanokat a privát instámra rakom, mert nem akarok bad influence lenni így a fiatalabb követőimre, úgyhogy azokat így tudatosan nem oda rakom ki. Meg egyszerűen vannak olyan dolgok, amit nem akarom, hogy lásson tízezer ember, hanem mondjuk az a kétszáz, akiket tényleg ismerek, és akkor az úgy jó. Amúgy szerintem ez ilyen mental health szempontból is mindig egy ilyen tök jödöntése van az embernek egy olyan saját ilyen privát amit tényleg így úgy tud használni, ahogyan ő szeretne, és nem erről a, nem egy ilyen performatív dolog, vagy nem arról szól, hogy ez így jól nézzen ki kívülről. Az nekem inkább ilyen csoportokban van, tehát hogy hmm. nincs ilyen külön De felületem, tudom, hanem, hanem, van ilyen baráti csoport, és akkor ott, ott vannak azok a tartalmak, De ahogy hát mondani, szokásnak más. Így vagy azért, vagy hogy te így jobban nem így, így Hát, hogyha nem tudom, hogy melyikünk influencer, egyikünk sem klasszikus influencer, de amennyiben az, az online térben vagyunk, akkor, akkor és valamit r -r -r mesélünk, ennyiben igen, de olyan értelemben, hogy azért az nagyon ritka, hogy el akarnánk adni valamit túl a mondjuk én mondjuk a saját könyvemet nyilván el akarom adni, de, de nem, nem én se úgy gondolok magamra, mint egy influencer. Persze kérdés, hogy mi az az influencer? Luca, neked a az, az ütötte meg a fülemet, ahogy beszéltél arról, hogy van privát oldalad, hogy tulajdonképpen akkor adja magát az a kérdés is, hogy miért fontos, hogy ezeket közzéted egy adott kisebb csoporton belül. Tehát például tudok olyat, akinek ez segítség, akár a mentális egészségét tekintve. Van olyan, aki egyszerűen csak a, a magány ellen, mert mondjuk távol él a rokonait. Nekem például biztos, hogy hogy segítség ez, a, amikor kisebb körben ö, érintkezem a, a távol élő ismerőseimmel, rokonaimmal. Neked miért fontos, hogy a, a privát felületeden legyenek dolgok, amiket közzéteszel? Uh, igazából csak úgy alapból nagyon szeretem dokumentálni az életemet. Nekem anyukám is olyan volt, hogy minden a fényképezőgépen ment, és iszonyatosan sok képen van kiskoromból, és uh, az nekem egy ilyen nagyon pláne úgy, hogy már nem él egy ilyen nagyon pozitív dologként maradt meg, hogy ennyi vizuális meg uh, videó emlékem van, mondjuk gyerekkoromból, és akkor emiatt ez nálam is így nagyon berögzült, hogy én vagyok az a, az hogyha valami történik, valakire szépen süt a nap, akkor én csinálok egy képet. Nem úgy, hogy nem tudok így benne lenni a pillanatban, de én nagyon szeretem dokumentálni, ami így körül történik, és igazából ezért csinálom, hogy szeretem valahol ezeket az emlékeket megosztani azokkal az emberekkel, akik egyébként benne voltak ebben a körben, vagy vagy akár még így ott is voltak, szóval ez inkább tényleg csak így magamnak van azért, mert szeretem ezeket, szeretek egy ilyen kis naplót vezetni ott igazából magamnak, de mostanában egyre inkább arra jövök rá, hogy lehet, hogy ezeket mit tudom én, azért is rakom ki így, mert az volt bennem, hogy de jó, hogy ez így meg fog neked maradni a jövőben, vissza tudom majd így nézni, és látok mindent, amit így követem. Nem fogom tudni. Annyira gyorsan változik a technológia, és simán lehet, hogy tíz év múlva már nem fogjuk az Instagramot használni, majd valami új cucc lesz, és nem tudom, hogy fogom átmenteni onnan a képeimet. Szóval rájöttem, hogy ahelyett, hogy ilyen digitális terekbe töltögetem föl az emlékeimet, ahelyett valószínűleg ki nyomtatnom, és otthon nézegetnem a barátaimmal, és nem kiraknom a netre, mert nem fog ez ott így megmaradni, de ezzel azt hiszem ráérek később foglalkozni. Szóval igazából csak egy ilyen album az ott Én hajlok -e egyébként, hogy mindkettő. Tehát én ugyanezt csinálom, nagyon hasonlóan működünk ebben a tekintetben, és uh, elintem még ezen viccelődtek is az ismeretségi körömben, meg akár így a családban is, hogy na, már megint fotóz, na, gyere Adrián, fotóz, Is ahogy telnek az évek, rájönnek, hogy ez amúgy iszonyú fontos, hogy, hogy megőrizd, hogy, hogy, egy poén ne szálljon el, egy csomó ilyen a gyerekek aranyköpései például egy csomószor nekem az online Igen, ezeket mi például mi mindig lejegyzeteltük, és ez tök jó, hogy megvan. Igen, és hogy én, én viszont az is vagyok, aki mondjuk évente egyszer-kétszer előhivatja ezeket a képeket, és én képzeljétek el, hogy ez nagyon érdekes, hogy mennyire meglepődnek az emberek azon, amikor elküldök nekik kinyomtatott, mármint előhívott képeket, post és így, Ez tényleg meglepő. Igen, és hogy nagyon, nagyon más a jelentősége már egy előhívott fotónak, és, és, közben pedig az az azonnaliság is megvan, amit a Luca mond, hogy ezt azonnal ez megy föl a sztoriba, és akkor már így mindenki úgy kezeli, hogy ez nem ilyen exhibicionizmus, hogy én mindent meg akarok örökíteni, bár azért vannak hibák. Tehát mondjuk az apukám 60. születésnapját sikerült lassított felvételben megörökíteni. Úgyhogy ez a booooooo Meg 10 perc a videó. Úgyhogy vannak ilyen legendás sztorik, de hogy jó az, ha megőrizzük ezeket. Illetve ezek szerint akkor ti is? Nekünk Nem. nagyon sok fotóalbumunk van, ugye régen papírképeket gyűjtöttünk, és ez egy kicsit hiányzik, hogy az amik onnantól kezdve, van okos telefon, ez megállt, és, és csak on online térben vannak ezek a képek, de azt hiszem, hogy nem tudnék nekiállni, hogy most ezekből kiválogatni az elmúlt Néjá. 15 évet, és, és abból papírképeket csinálni, pedig milyen jó, hogy, hogy, hogy ezek megvannak. Ez a parányokat is, amik tudom, hogy 20 ezer képen van a telefonomon, az nagyon sok, és eleve az, hogy hát szerintem mondjuk ennek a negyedét ki kéne törölni, mondjuk, mert ilyen ismétlődők, vagy így nincsen rá szükségem, de annyira ilyen overwhelming átmenni a, az egészen így az elejéről, hogy egyszerűen nem tudom rávenni magamat, és még abból kiválasztani azt a százat mondjuk, amit ki akarok nyomtatni, az nagyon horror feladat lenne, úgyhogy még nem álltam neki, de hogy egyre inkább így erre, hogy próbálok kevésbé ráutalva lenni ezekre a modern technológiákra, mert nagyon-nagyon pessimist vagyok, és nem vagyok biztos benne, hogy sokáig itt lesznek. Egyébként most már van ilyen applikáció, pont láttam, hogy hogy telepíted, és végignézi a fotóidat, és kitörli mesterséges intelligencia segítségével nem, a duplikát. Nem bízom de nem, benne, hogy ő, tudja, jobban tudja, mint én, mert lehet, hogy észreveszi, ha valamiből több van, és így kijelzi neked, de honnan tudja, hogy melyik abból a nekem a legideálisabb. Szóval hogy nem, nem is nagyon használok amúgy mesterséges intelligenciát, az egyetlen dolog, amit nagyon szeretek, az a, a mid-journey, ami ugye ilyen képgenerátor, de hogy ilyen, például ilyeneket csak hogy ilyen kis anime avatárokat a barátaimnak rajta és ezt ilyen nagyon cuki meg szeretem. Attól még ijesztő egyébként az is, mert ugye a képek, amikből dolgozik, azok valaki másnak a munkáit, tehát effektíve folyamatosan lop uh, igazi művészektől, de hogy egyébként azzal még el lehet szólkozni, én például soha életemben nem használtam a chat GPT-t, tehát hogy én így nagyon nem ellene vagyok ezeknek, de hogy azt gondolom, hogy kicsit uh, a kultúránk sokkal lassabban fejlődik, mint a technológia és én próbálok minél kevésbé uh, így ráutalva lenni a digitális világra, igazából az utóbbi időben, és nagyon így afele haladok, hogy szeretnék minél inkább a valóságban élni, és most már egy hónapja nem posztolok Instagramra sem, uh, valószínűleg majd egy idő után visszatérek, de most így nagyon abban vagyok éppen, hogy így az egész online jelenlétemet így átformálni, mert nem tartom egészségesnek, amit csinálok, és uh, uh, így szeretnék abba a, a, részében, vagy nem tudom, azt érzem, hogy ez majd később egy sokkal nagyobb beszélgetés lesz igazából így a média tudatosság, meg hogy hogyan kezeljük az online jelentétünket, és én szeretnék ennek a harcnak majd a jó oldalán állni a jövőben, amikor ez egy nagyon komoly probléma lesz. Hát most ebben az évadban nagyon sok ilyenről beszélgetünk, és az minden, minden beszélgetésben előkerül, hogy az az egészséges határokat meg kell tartani a saját magaddal, a saját életeddel szemben is, hogy mennyire engedett, hogy, hogy akár ilyen impulzív jelleggel, de időnként így elhatalmasodjon ez a, az életed fölött, illetve mennyire tudod kontrollálni azt, hogy kivel, mikor, hogyan, például, hogy lenémítod a telefonod, vagy, vagy az értesítéseket némítod átmenetileg, hogy mit akartál valamit mondani? É, az, hogy még ehhez nekem még van egy másik problémám is, hogy de a Facebook volt az utolsó olyan közösségi média platform, ami alapvetően, vagy nem is alapvetően, de részben legalább szöveges tartalmat. Most a Trec az újra képzeld el, ezt javaslom neked. A Trec az kicsit, sőt, igazából nagyon olyan, mint a, a Twitter volt a kezdetek kezdetén, és az, az, szerintem ez hiányzott mindenkinek. Még azt nem próbáltam, de hogy, hogy, hogy az összes új, főleg amik a fiatalok használnak, az alapvetően képi tartalmak megosztására való én pedig szövegekkel fejezem ki magam és ez egy kicsit zavar hogy hogy, hogy ezek az új technológiák kifolynak a kezem közül persze használom de nem ez az én terepem én szövegekkel fejezem ki magamat és miközben egészen fiatal korom óta mindig a technológia nagyon érdekelt és mindent kipróbáltam. Mm. Uh, itt azért egy kicsit, nem azt mondom, hogy idegenül mozgok, csak nem szeretem. Tehát nem, nem szeretem csak képekkel kifejezni magamat, hiányzik a szöveg, és, és közben meg hát rengeteg probléma van a Facebookkal, ott is egy algoritmus mondja meg, hogy téged kiolvas, vagy kit, kiket érsz el, és még nem találtam helyettem más, de majd ezt akkor meg fogom nézni. Hát itt rövid, tehát ezek rövid kis posztocskák, de, de nagyon érdekes, hogy én azt érzem, az embereknek van erre valós igénye, hogy, hogy szóban mondta, és ne, ne, egy, mit tudom, egy storytellingben, vagy ne egy szöveges poszt, úgy értem, hogy fotó alatti szöveges posztban, hanem csak úgy önmagában ventilláljanak egy csomó dologról, és egyébként vicces látni, hogy a legtöbb poszt így az ismeretségi körömben az, az valamiféle ventillálásról szól, hogy látsz valamit, és azonnal leírod és akár fotónélkül is uh, Ezt, Ez, ez, ez tök jó, mert ami a lucán számára fontos ügy, a médiatudatosság, meg hogy hogy használt, meg, meg egy generáció számára, ez micsoda, nekem ez az olvasás, hogy, uh -huh. hogy, hogy szerintem itt egy, egy iszonyú nagy változás van az egész világon, a nyugati világban mindenképpen, és közben meg 5000 évig a szövegnek, meg a szövegolvasásnak volt egy nagyon kitüntetett, fontos pontja a kultúránkba, és ezt én tényleg veszélynek látom, hogyha eltűnik az olvasás. Ebben é. egyébként a Facebook szerintem valóban nagyon sokat. Én azt tapasztalom a saját szerzői oldalamon, hogy nagyon sokan olvasnak szívesen hosszabb szöveget is, ami ott az ottani keretek között hosszabbnak számít, és hogy onnan szívesen nyitnak meg cikkeket, hosszabb írásokat. Tehát, hát amíg ezt nem bünteti, rá. ugye maga az algoritmus, <gül> <gül> hogy megosszál szöveges tartalmakat, mert közben megbünteti, és az is próbál egyre inkább, nyilván a Facebook valami vizuális. Olvasztani igazából az egészet egy picit. És ott is így. Engem, engem is, tehát én, mondjuk, szeretek fotózni, meg, meg szeretem azt, hogy ilyen vizuális formában is kommunikálunk, meg mit. Tudom, például a TikTokban azt szeretem, hogy nagyon sok olyan tartalmat követek, amik ilyen scripted videók, és mondjuk emberek beszélnek valami témáról, amihez értenek, vagy ami fontos nekik. És ugye annak is ugyanúgy a szöveg az alapja, azt valaki megírta, csak felmondja egy kamerába, és engem például az már nem zavar, örülök, ha látom egyébként az embert, és hallom a hangját, ahogyan beszél erről. Én ezeket mondjuk szeretem, az Instagram ezért se annyira fontos nekem, mert azt érzem, hogy az a legfelületesebb platform abból a szempontból, hogy azért a legtöbb embert tehát, hogy még ha nézem is azt, hogy milyen embereket követek, és amikor azt nézem, hogy követek egy színésznőt, egy énekesnőt, valami olyan ismert embert, akinek mondjuk így érdekel a munkája, annak is a profi a nagy része az lesz, hogy szép képek magamról és reklámok, és így nem igazán érzem azt, hogy nekem ez így sokat hozzáadna az életemhez. Én abban is old school vagyok tényleg a, az Instagramon, hogy én nagyon-nagyon mm. ritkán teszek fel szelfit. Akkor is leginkább úgy, hogyha találkozom valakivel, egy barátommal, és mondjuk, hogy csináljunk már egy szelfit. Meg ez tak ilyen férfi dolog is, szerintem sokkal kevesebbet én, sokkal szívesebben posztolok tényleg egy kolbászt, meg egy... Vagy, Jó, múzeumban is szoktam fotózni, tehát ez nem igaz, hogy... hogy de múzeumban is lehet szelfizni. Igen, de nem szeretek. most éppen egyébként több múzeumban voltam Olaszországban, és azt látom, hogy erre használják a múzeumot, hogy Instagram háttérnek. Igen, ez van, ez, létezik. Mert ilyen, képeket, meg szobrokat, meg nem tudom, énnek érdekes dolgokat fotózok le, amire azt gondolom, hogy emlékezni akarok, meg, saját magukat. Egyébként ez nagyon izgalmas kérdés. Erről volt egyszer egy vita a szerzői oldalamon, hogy Berlinben voltam, és tök egyedül voltam a lezárások után, frissen megnyíló múzeumok egyikében, és annyira varázslatos volt az, hogy én tök egyedül ott vagyok Kaspar David Friedrich festményeivel, hogy leraktam a telefonomat az egyik ilyen benti padhoz, és készítettem arról egy képet, hogy állok a kép előtt, és hát ugye nyilván az, hogy a vándor áll a hegy tetején, én pedig állok a vándor előtt, és nem tudom, ez, tehát hogy én úgy éreztem, hogy ennek, ennek azért van egy többletjelentése a számomra, és volt, aki azt mondta, hogy úristen, mennyire jó, és mennyire varázslatos, és volt, aki azt mondta, hogy menjél már fenébe, hogy magadat fotózgatod a múzeumban, ki kíváncsi rád, a képeket fotózzad. Sőt, a képeket se fotózzad, mert azokat meg élőben kell megnézni. És itt jöttem rá, hogy mennyire mást gondolunk a fotó létjósultságáról, szükségességéről, vagy egyáltalán a jelentéséről, mit jelent egy fénykép, amit elkészítesz. És nem, nem lett konszenzus a vége, tehát nem tudtunk megállapodni abból, hogy jó, akkor ennek vagy annak vagy amannak van igaza, de. Viszont az egy nagyon érdekes beszélgetés volt, mert rájöttem, hogy van, aki így működik, mint a luca, hogy naplóz, akár videós, fotós formában. Van olyan, aki egy ilyen szükséges rossznak tekinti azt, hogy szelfizni kell, vagy meg kell örökíteni valamit. És van olyan, aki azt mondja, hogy na ő biztosan nem. Te így a skálán hol helyezkedsz el? Hát én azt hiszem, hogy Nyilván máshogy használok különböző platformokat, a Facebookot alapvetően arra használom, hogy amit én el akarok mondani a világról, akár a kultúráról, akár a közéletről, akár egyszerű napi helyzetekről, azt ott elmondom szövegben alapvetően. Mm. Uh, az Instagram az meg tényleg olyan, mint a házi fotóalbumom. Azt arra azt mondom, hogy látok valami érdekeset, lefotózom, teszek rá néha szűrőt is. Én, én is szoktam néha. És akkor... De, eh, nem, az, de nem, a de posztra. Nem az a lényeg, hanem hogy melyiket, de mindegy mondja. <laughs> és, és, akkor, tehát hogy az, az igazából egy melléktermék, már hogy a, a, ahol én saját magam a, a olvasóimmal kommunikálok, az alapvetően a, a Facebook, ami hát egy szintén egy elég old school dolog uh -huh. most már, de nekem fontos, hogy akár hosszú szövegeket is, hát a Facebook felől nézve hosszú szövegeket mindenképpen ö, írjak ott, meg gyorsan reagáljak dolgokra, amelyek engem érdekelnek, és ezt más felületen nem feltétlenül tudom meg, meg, megtenni. Hát meg a te karrieredben kiemelt jelentőségű volt ö, a, a Facebook, az azon közé tett posztjaid, azok, virálissá váltak gyakorlatilag. Igen, hát jó időben, jókor találtam meg ezt a platformot, de az is összefügg azzal, hogy hogy én mindent szeretek nagyon hamar kipróbálni, tehát én szerintem benne voltam az első 500 magyar facebookozóban, még, mm. még akkor ilyen meghívó kellett hozzá, meg angol nyelvű volt, mert izgatott, hogy van valami érdekesség, ami olyasmi, mint a VIV, akkor még nem is ivív volt, if -if, talán. Akkor csak volt. É, igen, és 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 akkor így kipróbáltam, tehát én azt hiszem, hogy 2007 vége óta Facebookozom, mm -hmm. most már nagyon régen volt. És és nekem ez egy azért otthonos, mert ezt megszoktam, másrészt meg tényleg szövegek, én, én mondatokat írok, és nem képeket csinálok. De, de ez, ez e, azt, amiről beszélsz, hogy nagyon sokan erre rákattantak, megosztották, olvasóim lettek, azt ma már nem lehetne megcsinálni a Facebookon sem mert egy algoritmus dönti el, hogy ki olvassa. Akkor azt döntötte hogy te kíváncsi vagy rá, beállítottad, és akkor minden reggel a kávéd mellett elolvashattad, amit én érdekesnek gondoltam. Ez, ez ma már nem így működik. Mert nem is az, hogy nem lehet megcsinálni, hanem az, hogy most már egyébként nem akkor a lenni, és nem feltétlenül tudsz belőle építeni egy karriert. Tehát régen azért ez van, hogy mit tudom én, akár 5-10 évvel ezelőtt felrobbant egy posztod az interneten, arra te felépíthettél egy egész karriert utána, és hogy akár egy videó, vagy egy, egy szöveg elég volt ahhoz, hogy téged megérzek az emberek. Most már naponta 15 ezer olyan videó van, amit több millióan megnéznek mondjuk, és az, hogy te abból fel tudsz építeni, vagy hogy bekövetnek-e téged mondjuk azok az emberek, és tovább tudod ezt vinni valahogy, egyáltalán nem garantált. És ez amúgy nagyon sok mindenbe így árt is szerintem mondjuk, hogy például a TikTok most már így azért a legfőbb marketing túl mondjuk így, így, cégeknek, és tényleg így arra, hogy akkor milyen nézettségeket tudsz összehozni, mindent próbáljunk meg annak érdekében megcsinálni, hogy virálisra tegyünk egy videót, de hogy igazából ennek sincsen értelme, mert nem feltétlenül fogsz te abból tudni felépíteni valamit. És én mondjuk emiatt fordultam át egy picit pont abba is, hogy én meg nem akarom, nem vagyok hajlandó professzionálisan használni a social media feltemet. hogy szóval én, én az az arcajok, hogy felrakok magamról egy selfit, meg izé lefotóztatom magam a haverommal valami cukiruhában, meg itt sokat posztolok, de, de én ezt nem vagyok hajlandó egy ilyen mm, munkaeszközként kezelni. Valamilyen szinten igen, tehát mondjuk vigyázok arra, hogy olyat ne posztoljak, ami gáz nekem, vagy ami rossz hatással lehet másokra, tehát tudatos vagyok, de hogy én nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy nekem a social media használatom az a, arról szóljon, hogy én ezt szeretem csinálni. Ne, ne, arról, hogy én ezzel el akarok érni valamit. Tehát, hogy, hogy én, én mindenhova úgy posztodok, hogy a, ahogy nekem így a szívem szerint jó esik, nem tervezem meg, amiket éppen szeretnék csinálni, vagy jó ötletnek tartok, és ezért se voltam hajlandó így elmenni egy olyan irányba, mondjuk, hogy én ebből éljek, pedig most már nagyon efele hajtanak egy csomó, és mondjuk ez egy ilyen rohadt nagy ö, ilyen, ilyen ide identitás krízist okozott nekem így az életemben, hogy rájöttem, hogy engem nagyon e felé az influencer szerep felé akarnak terelni emberek, és hogy így nem tudok vele azonosulni, viszont azt hiszem, hogy nagyon visszafog most már a munkámban az is, hogy én nem vagyok hajlandó így kezelni a social felületeimet, hogy mondjuk nem, nem reklámozom, hogy nem fogok azért rendszeresen minden, nem tudom, héten háromszor posztolni, hogy, hogy olyan legyen a social media amivel lehet növekedni, mert nem növekedni akarok, csak szeretnék így önmagam lenni az online szférában is, de hogy azt érzem, hogy nem, nem e fele megyünk, hanem hogy már mindent, már a, a magánemberek, akik civilek is full úgy kezelik a közösségi médiát, mint ők ebből pénzt keresnének, akkor is, amikor nem. Tehát, hogy még a szomszédod is úgy fog posztolgatni, mintha ő lenne Kim Kardashian, hogy ki kell rakni a heti négy képet, le kell fotózni, hogy elmentem a boltba, és hogy egyszerűen ezért, mert most már magunkat figyeljük meg, annyira hozzászokunk az, hogy így kell posztolni, hogy nem úgy csinálják emberek, ahogy Jól érzik magukat, hanem ahogy ők ezt látják szerebektől, és gondolják, hogy kell. De hogy nem kell mindennek egy melónak, meg egy én márkának lennie, lehet csak élvezni dolgokat. Egyébként ebben hasonlítunk, hogy, hogy a Luca sem úgy használja a, a, a közösségi médiát, ahogy az elvárás, vagy a zeitgeist mondja, hogy mm. hogy mit kell csinálni. Hogy én amikor elkezdtem a facebookozást, akkor volt egy ilyen marketing vastörvény, hogy a facebookon, mert akkor még csak az volt nagyjából a közösségi média, két mondatot lehet kiírni, meg egy kép, és ennyi, mert, mert ez erre való. De mert én a barátaimat akartam elérni, és nem érdekeltek a, ezek a vastörvények, hosszan írtam mindenféle összetettebb témákról, és kiderült, hogy működik. Tehát, hogy ezeket a törvényeket nyugodtan föl lehet rúgni. Az a fontos, hogy a mi számunkra ez kényelmes legyen, meg otthonos, meg, meg amit te el akarsz mondani, annak ez megfeleljen, és egyébként meg ezeket őszintén szóval nyugodtan félre lehet tenni, ezeket a megfontolásokat, és mi az elvárás, meg mit csinálnak a többiek. Ezek alapvetően a közösségi média, még mindig több hasznot hozott szerintem az emberiségnek, mint amennyit ártott. Nagyon sokat ártott, ez biztos. De az, hogy elérjük egymást, és ö, olyan emberekkel tudunk kapcsolatba kerülni, akikkel fizikailag nem tudnánk, az szerintem fontos. Az is fontos, hogy olyan nagyon gyorsan tudunk információhoz jutni. Más kérdés, hogy erre nem vagyunk felkészülve. Nem a helyes az információ, Meg nem, nem tudjuk, tenni. hogy hogyan csekkoljuk ezt. Lehet, tehát sok minden rosszat is hozott, de azt gondolom, hogy lehet jóra használni, csak nehéz és és ma azért elsősorban a hátrányairól esik szó ami nagyon helyes hogy legyünk tudatosabbak de azért a, az sem igaz, hogy ez pusztulásba hajtotta a, a, ne, én, el, hát a nem én, én, generációs ezt. szempontból egyébként egy picit egyet vagy én nem, ért, nem, értek veled egyet, mint mindzi generációs, mert hogy én például azt mondom, hogy az én generációmnak több rosszat csinált a közösségi média, mint jót. Én azt gondolom, hogy soha nem a technológiával van a baj, azzal van a baj, hogy az összes felelősséget a fogyasztóra rakjuk, hogy ők ezt hogyan fogják használni. Tehát tényleg sokkal gyorsabban fejlődik a technológia, mint a kultúránk. Olyan dolgokat adnak a kezünkbe, amire az emberi agy egyszerűen nincsen felkészülve, a fejlődésben lévő emberi agy pedig pláne nem. Lehet, hogy mondjuk azt látom, hogy az idősebb generációknak, akiknek nem ezzel kellett felnőnie, nekik nem okozott olyan károkat, amik, amik túl, amik ne, vagy rossz, több, nem okozott nekik több kárt, mint amennyi hasznot hozott, nekünk viszont szerintem igen. Mert én azt látom, hogy az, hogy egy abban a szakaszában már aktívan rajta voltam, tíz éves korom óta használok közösségi médiát, minden egyes nap. És azért látom magamon, meg a saját generációban azt, hogy nagyon nagy tehát például mentális egészség szempontjából hatalmas károkat okozott ez nekünk. Tehát pont most tartottam, nem tudom, egy hete egy ilyen előadást egy konferencián, ami egy külön ilyen z-generáció, meg ilyen generációs témákról szólt, és konkrétan az z-generációsok 78%-a érzi azt, hogy semmi értelme nincsen az életének, 29%-uk vallja magát depressziósnak, és 36 küzd betegséggel. Tehát konkrétan eljutottunk oda, hogy több ember mentálisan beteg a generációmban, mint ahány jobban, jól van. Tehát nekünk olyan komoly károkat okozott a fejlődésünkben az, hogy már kiskorunk óta ö, mindenféle szűrő nélkül öntik ránk ezeket az új technológiákat, és nekünk kell kitalálnunk, hogy hogyan fogunk, mit fogunk velük kezdeni, hogyan használjuk őket egészségesen. A média az egészséges média használatot tanítani kellene iskolákban, ennek az Ez informatika az... órák részének kellene lenni a média de úgy nem lehet ilyen technológiákat rászabadítani az emberiségre, hogy senkit nem tanítottunk meg arra, hogy hogyan használják őket egészségesen, és ennek a mostani fiatalok iszák is meg a levét. És nálunk jobban az alfa generáció még jobban megszívta, mint mi, mert ők most már konkrétan olyan gondokat küzdenek, hogy nincs képzelő ereje a mai gyerekeknek, nem tudnak olyan dolgot elképzelni, amit még nem láttak, mert két éves korukban óta a kezükben van egy iPad. Tehát ö, én azt érzem, hogy nagyon sok mindent segít ésük a közösség de én aktívan használom, nagyon szeretem, azt érzem, hogy nagyon sok lehetőség van benne, de anélkül, hogy megtanítanak embereket, hogy hogy kell használni, mindig több kárt fog okozni, mint amennyi hasznot. Hát többek között ezért is fontos egyébként, hogy erről beszélgessünk, akár popkulturális értelemben, akár pszichológiailag, tehát a mi sorozatunk konkrétan ugye ezt is kitűzte célul, hogy beszélgessünk minden oldaláról a dolognak. Egyébként a mentális egészség szempontjából azért árnyalom a képet, mert hogy egyben arra is egy csodálatos platform, viszont az összes közösségi médiás felület a maga módján, meg a maga nemében, hogy beszéljünk a mentális egészségről. Mert én biztos vagyok abban, hogy nem véletlenül van ennyi pszichológiával foglalkozó oldal, például Instagramon, ahol lapozós posztokban nagyon-nagyon egyszerűen, nagyon érthetően és nagyon könnyen befogadható módon beszélnek arról, amiről eddig tabó volt beszélni. Tehát lehet, hogy most egy olyan időpillanatban vagyunk, amikor még nem látszik az, hogy hogyan alakítja mm. át, és most most éppen arra mozdul az Inga, hogy azt mondjuk, hogy hogy te most sötétebben látott dolgot. Ugyanakkor uh, én azért mellé rakom a jót is, hogy nekem például rengeteget segített a saját uh, mentális egészségem terén. Egyrészt az, hogy volt egy megtartó közösségem, tehát amikor én elkezdtem a depressziómról uh, írni a VMN-en, illetve a közösségi oldalon uh, vagy oldalaimon volt erről párbeszéd is, akkor, akkor kialakult egy védőháló körülöttem, uh, illetve az, hogy egyáltalán elmentem szakemberhez, az hogy, az, hogy megtettem a kezdő lépéseket, ebben nekem például nagyon sokat segített a közösségi média. Ugyanakkor azt is el tudom képzelni, hogy valaki számára ez nyomasztó lehet, hogy még ezt is nyilvánosan beszélje meg. Nyilván akkor a fogyasztói vagy a befogadói oldalon tud olyan posztokat nézegetni, tud olyan videókhoz hozzáférni, amihez eddig nem lehetett. Tehát, hogy én ezt... Igen, ez, ez nagyon benne meg nekem is amúgy azt ez nagyon, tehát, hogy nagyon... Én amúgy szeretem ezeket a felületeket, nekem is sokat segített, de azért már megtanultam úgy használni, hogy uh -huh. segítsen. És egy picit azt érzem már a trendre is, például, hogy iszonyatosan sok pszichológiával foglalkozó influencer van, nagyon sok mentális egészség kontent van az interneten, de hogy ezekre nem feltétlenül lenne szükség, hogyha közben nem lett volna előtte két másik videó, amitől meg ilyen izé, instant hit így az önbizalmadnak, meg így a világba vetett hitednek, szóval, hogy tök jó, hogy van így ez az adás, és hogy azt érzem, hogy ezek a, ezek még mindig nem nincsenek egyszerűen egy egyensúlyban. Hát tanuljuk. Tehát, hogy lehet, hogy van, vannak ilyen tartalmak is, de hogyha nem tanulja meg az ember, hogy hogyan kezelje ezeket, hogyan keresünk őket, mert pláne, hogy egy algoritmus dönti el mondjuk nem tudsz angolul, felmész TikTokra, elkezdi neked kidobálni azokat a videókat, amit körülötted magyarul posztoltak emberek. Nem azt fogod feltétlenül látni, ami segít neked. Szóval hogy ahhoz, hogy te eljuss azokhoz a tartalmakhoz, amik már tényleg építik az életed, ahhoz tudnod kell használni a közösségi médiát. De az emberek nagy nem tudja használni, hát csak nincs, használja. Nincs, nem, ugye pont a Steiger volt, Krisztián mondta az egyik epizódban, itt a pofételben, hogy hát ez az első olyan szülőgeneráció, amelyik a, a online térben kell, hogy gyereket neveljen, vagy ott is kell, hogy gyereket neveljen. Nyilván hibázik. És aztán ennek már ugye látjuk az alfa generációban, vagy akár a ti generációtokban a, a hátulütőit, szóval itt mindenki tanulja, megkeresi a kapaszkodókat, azt tapasztalom. Van-e nálatok a családban ilyen egyezményes, nem tudom, becsekkolás, vagy hogy ö, valahol vagy, akkor tudod, hogy ha hazaértél, akkor kell bejelentkezned, vagy nem tudom, nálunk például van olyan a, nem tudom, a, a párommal, hogy amikor valaki hazér, akkor automatikusan jelezze, hogy itthon vagyok, minden rendben, vagy elindultam, minden rendben. <kül> Nálatok van-e ilyen? Mert ez például nekem mindig egy nagy megnyugvás, hogy akkor is tudom, hogy ki hol van és jól van-e, ha nem vagyunk egymás közelében. Hát inkább általában nincs, akkor van, hogyha valaki é, tudom én, külföldre megy, vagy olyan. Igen. úgy Csak persze ez is, ez is nagyon érdekes, hogy mi a külföld. Tehát, hogy... Most már Prágában Prágába megyek molyok barátomhoz, Igen. akkor így meg se kérdezi Igen, ő. tehát a Luca úgy jár Prágába mint, mint én átmegyek Budára szóval, Igen. hogy most akkor nem kérem meg, vagy kérdezem, hogy akkor megérkeztél-e mert az most olyan, mint a Debrecenben benne uh -huh. Uh, repülök, akkor, akkor szokott igazából így becsekkolni, meg azt tudja, hogy így mindig nem repüléstől félek, a repterektől félek, utálom őket, és akkor ott mindig így akkor szok, ha tudják, hogy repülök, mondjuk így a hugommal, akkor szoktak írni, mert azt tudják, hogy nem szeretem. De de amikor csak így megyek mondjuk busszal valahova, jó kis tíz órás flixbuszozásra nem szokott szórakoztatni engem senki. Néha így van azért olyan, hogy tök sokáig nem beszélünk, mert mi, főleg, hogy a, na, most ősszel volt olyan, hogy én is így egy-két hónapot kb. nem itthon voltam, külföldön voltam, apa is ő, így környező országokban mondjuk tolta így az ilyen könyvtúrját, és akkor van olyan, hogy így három hét után írunk egymásnak, hogy te még élsz, mert így annyira nem, nem vagyunk egy helyen. És van olyan, amikor nyil egymás nyilvános bejegyzéseire reagáltok civilben? Persa. A, a, látom, a goma, hogy a, hol nagyon vagy. Nagyon sokat mutogatjuk így egymásnak, meg mindig azt szeretjük, hogy mindig felölt, mindig tudjuk például, hogy magát öltöztette, hogy van egy barátja, aki néha itt stylingolja ilyen izé eseményekre, és így mindig például hogy itt szoktuk nézni, hogy épp mibe van, hogy mondjuk felismerjük, hogy garbóban megy, akkor tudjuk, hogy az Zoli öltöztet, meg így ilyenek. Pedig, pedig, ez nem feltétlenül. Nem, emlékszem, egyszer voltatok a tévében együtt egy bárt, és a lányával ennek a barátjának mi meg egy helyen voltunk, pont és így néztük, hogy fixen, egy összeöltöztek, ugyanabban a szedben, és Tudtuk, hogy egy harmadik barátnőnek az apukája válogat neki. Úgyhogy az ilyen outfitjeidet szoktuk rételgetni otthon, de azokat de egyébként ilyen pozitívan. Azt gondoljuk, hogy apa jól öltözik. Ez fontos. Az... De ha meg... elvárod a közösségi médiától a szuportivitást, akkor neked is meg kell adnog de, ne, a, ne, az, az Nekünk fontos azért a divat, így a családunkban, vagy Egyébként erre. Abszolút használjuk. Tehát most, vírus, hogy hogy használjuk. Tehát most írta nekem, hogy vette ezt a vette egy zöld zakót, vagy nem is tudom, mindenki blézer ez. sem És akkor kértem hogy küldjön róla a képeket, hogy hogy áll neki, és ezt tökül, hogy így meg tudtam nézni. Igen, és... a ruhák, ruhákról ki szoktuk kérni egymás véleményeit, így online is, meg a Liza, valami, azt így szoktuk egymásnak mutogatni, hogyha valamilyen izé, hashtag csövap, csücsa poszt így kikerült, meg amit nagyon cukinak tettem, hogy kiment apa úgy Prágába, hogy én nem voltam ott, mert neki volt valami munka mm. ö, dolga ott, és elvitte, elmentő sörözni, meg kajálni a barátommal, és úgyhogy apa beszél azért angolul, de nem az az elsődleges ilyen hogy egyébként beszél ö, olaszul, meg franciául is, de hogy a, a, a nem, az, nem, az, angol azért a legerősebb, és, és hogy elment találkozni a barátommal, és így elmentek együtt és még így onnan kiposztolt egy szelfit, hogy ott söröznek együtt, és teljesen meg voltam rajta hatodva, és ezt így mutogattam is Elizának, meg a barátom is olyan cuki, hogy így mondta, hogy apukád így elvitt, hogy nem meg oda, és így meghívott, és ilyen nagyon meg volt hata, mert a saját apukája nem viszi így ilyenekről, mert nagyon sokat dolgozik, úgyhogy ez ilyen jól esett neki, meg ez cuki volt, ezt így mutogattuk is egymásnak ott nekem az volt ilyen, amikor a, az unokahúgom, illetve a keresztlányom, e, meg az unokaöcsém képeket küldenek Viberen, amikor látnak valami számukra ismeretlen bogarat, vagy állatot, vagy, vagy valami, hogy ez mi? Mert tudják, hogy én fogom tudni. És pont a múltkor beszélgettünk erről a kökéndi diákossal, ugye a, a VM-en. a bogarakról, hogy mik? Igen. mindig küldök majd neked. Jó. <síns> jól, és, és, jól, így és így jól. megmutattam a, az egyik ilyen Viberes euh, fotósorozatot a kökéndi Ákosnak a Super és mondta, hogy Adrián, mindent elértél az életben, ennél nincs feljebb, hogy tőled kérdezik meg, hogy ez milyen állat, és ez tényleg mert, hogy ez azt jelenti, hogy amit személyesen csinálsz az életben, az utána az online térben is tök jól működik, és hogy akkor is te jutsz eszükbe ezekről a dolgokról, amikor nem, nem, vagy ott mellettük, és azért mind nagyon ritkán találkozunk, már keveset euh, tudok vidéken tölteni, de hogy ez egy ilyen megerősítés, hogy jó, a szellemem akkor is ott A Luca például mindig szokott nekem küldeni képeket, ha bemegy egy ilyen különlegesebb könyvesboltba valahol a világban, mert tudja, hogy szeretem. Hát szoktam meg azt így mindig, azt is szoktam például olvasok mondjuk angolul egy jó könyvet, ami magyarul nincs, azokat is mindig így átküldöm neki, hogy nézze meg az szokott így sokszor lenni, meg tényleg, ha ilyen hülyeségeket látok még így, azt az szoktam így lefotózni, ezt a legyen Igen, hülyeségeket szoktunk egymásnak tudom, küldeni. Azt, azt ilyeneket, kicsit. meg, meg amúgy meg ilyen panaszkodásnak a legjobb, a kedvenc ilyen interakció, például, hogy most már mi nagyon sokat beszélünk angolul a hugammal, mert barátommal is angolul kommunikálok, ugyanannyit használom, mint a, a magyart így mm. ezen a ponton, én azért is van, hogy ilyen idegesök, és hogy emberek így be fognak erre szólni, hogy miért van az, hogy néha ilyen angol szakad bekeverek, mert már... nyelvű vagyok, és nem tudok már vele mit csinálni. Már megkaptuk nélküled Ingen. is most de ez az na, évadban. Én, engem állandóan piszkálnak ezzel, hogy én miért beszélek angolul, azért beszélek angolul, mert ugyanannyit használom, mint a magyar, felejtsük ezt el, de hogy mindig, na mindegy, szóval apa nem, azért nem, nem olyan kényelmes az angolai, mint mi, de egy csomószor már így angolul válaszol nekünk sms és a kedvenc interakcióm veled ebből, amikor küldtem egy képet, ahogy sírok a metró, már nem is emlékszem, mi történt, és csak így küldtem egy Selfit, ahogy így sírok a metró, apa visszaküldött magáról egyet, így a buszon, egy ilyen van, és én nagyon szomorú nézett hogy same shit. És ez a <síns> kedvenc ilyen beszélgetés, ennek, amikor csak küldtél egy selfit egy ilyen a fejed, de hogy boldog gyereknapot már ennek örömére bement, megpróbáltam próbáltam bemenni a gyerek ajtón, és így van egy ilyen <tos baba> félön. Ugye, amikor nagy néha küld egy szelfit, azok viccesek szoktak lenni. <tos huly> ez <De emlékszem>. cuki. <tos baba> Nekem a, apukámnak van ilyen a, klasszikus húsvéti locsolós, amikor küldi a locsoló verset Messengeren, és akkor el mindig ilyen nullákat szoktam visszaküldeni neki, hogy ezek meg a tojások. De egyébként érdekes, hogy te szoktál, na, ez, ez, erre most kíváncsi vagyok, szoktál lej kellett küldeni csatán? Szoktam, de most már mert kiderült, hogy generációsan ez mást jelent. Tehát, hogy náluk ez egy ilyen passzív aggresszív de én, jó, ebben nem egyébként, nem egyébként a nagy spiller az anyukám, tehát azért itt több generáció van. A mert, ő bármire ráküldjön. Rá, most rá már nem, rá, de régebben azt bármire, tehát hogy, hogy azt hitte, hogy az a nyugtázása annak, hogy megkaptam így az üzenetet. Tehát, hogy itt valaki fölírta, hogy nem tudom, én szegény férjem, most már nagyon beteg. Igen, és idegül, igen. <laughs> Nálam, apukánknál van, egy, van ez, ugye van a hugommal meg vele közös csoport, és ott már mondtam neki a, a múltkor, hogy figyelj apa, meg fogjuk határozni a havi kvótát, hogy hány hmm. like-et lehet küldeni, de szerintem már ebben a hónapban túllépted. Szóval igen, ez valószínűleg tényleg egy generációs különbség. De van-e olyan, hogy félreértés adódik ezekbe, hogy ki hogy ért valamit, ki, ki mit online-ba. Hát, én, én ritkán küldök egyébként emojikat, legfeljebb tényleg a klasszik smile-it. Igen, uh, de azt is inkább ez csak a, az a kettős pont izé, a, nem, nem is ilyen emojit küldesz, hanem csak egy ilyen ezt a, ugye a De amúgy is azért, tehát az égen egyszerűen szerintem visszament hogy a milleniálok használják a direkt smiley kat mi meg már inkább így ezeket az ilyen old school, hogy XD, meg nem tudom, ami, ami az ilyen kicsit ilyen parasztosabb verzióját így ezeknek. Vissza a letisztult, visszagyökerekhez vissza a puritán verzióját használjuk a smiley -knak. És a hangüzenetekkel hogy álltok? Szoktatok hangüzenetet ne, menti Nem Nekem senki hangüzenetet légy ez én ezt nem akarom meghallgatni, ha meg akarom hallgatni a podcastedet, akkor azt csinálnám, ugye, hallgass tehát, nem. De hogy, szóval, hogyha ilyeneket akarok hallgatni, akkor meghallgatok egy így valami igényeset. Nem szeretném azt hallani, hogy így a háttérben megy a metró, és te meg így éppen kiabálsz valamit. És ezt szeretem, de tudom, hogy sokaknak ez kényelmes. Tehát, tudom, én van olyan barátom, aki kisgyerekkel van otthon, és egyszerűen azt tudja, hogy fölmondja, hogy mi történik vele, és elküldi, mert nem tudja bepötyögni, mert a kezében van a gyerek, akkor így elfogadom. De egyébként engem is baromira idegesít, hogy még meg kell hallgatnom. A és nem, és nem a ami nagyon idegesít, és azt innen üzenem mindenkinek, amikor minden sor után nyomnak egy entert. Ú, ezt én szoktam néha csinálni. Ja. Onnan Ú. lehet tudni, hogy azt ideges vagyok. Csinálom. At, at, attól megbolondulok, és, és akkor jön, meg... Én meg... Ami engem idegesít, például az a tíz teljes nagybetű, hogy miért kiabálsz, vagy én nem hogy... Nálam van a Igen. dramaturgiai, komoly dramaturgiai jelentősége van, ha mindent nagybetűvel írunk. Én csak a kommentek, igazából az, ha üzenetbe írom, aki jó, akkor tudom, hogy dühös, de amikor így kommentekbe is lesz, hogy egy ilyen teljesen nyugodt hangvételi te ilyen nagybetűvel így odaírnak, azt én nem tudom... Én Rád a csatolt szöveges fájküldésem, Messengeren, meg SMS-ben, meg Viberen attól vagyok ideges. Na, ja, én amikor munkát küldenek Igen. messengeren, az, az nem. De, de, egyébként érdekes, hogy mennyire sokan gondolják azt, hogy már nincs meg az a, az a határ, amit te mondasz, hogy a munka az e-mailben érkezzen. És így mondom, hogy ez figyelj, kijövök a stúdióból, itt vagyok másfél órán át, 5000 üzenet, nem is látom, hogy Igen, nekem elsüllyed. Igen. Meg nem Úgy tudom ezt... tovább küldeni. Igen. Mert hogy nyilván valami munka, akkor lehet, hogy nem egyedül én kellek hozzá. Meg így elfelejtem meg azt, hogy ne legyen elvárás az, hogy én használom a közösségi médiámat. Az e-mail az azért van, hogy például most két, három hétig, bocsánat, letöröltem az Instagram appot, nem is volt, nem használtam, és mire így visszajelentkeztem, így emberek rendesen dühösek voltak, hogy valami munka nem válaszolnak nekik Instagramon. Ott az e-mail címem kín a profilomon. Miért nem írsz nekem egy e-mailt? Amikor még ki is raktam egy posztot, hogy le fogom törölni az Instagramot, itt ez az e-mail címem, ez a telefonszámom, Keressetek ezeken. Senki, attól még ugyanúgy ott írnak, és aztán felnak háborodva, hogy nem válaszolok nekik, de közben meg nehogy már a, a személyes social media felületeimen kelljen nekem azzal úgy tartom, hogy én majd itt fogok munkát kapni. Fem ott van az összes többi elérhetőségem, keressetek azon. Uh -huh. Csak most már ez is ilyen elvárás, hogy mindig elérhetőnek kell lenni, és ez mondjuk azért nagyon nagyon zavaró, hogy igazából tényleg még az éjszaka közepén is simára dír valaki egy ilyennel, és hogy azért itt tök jó lenne, a kicsit el tudnánk választani a magánéletet a munkától. Néhány évvel ezelőtt, amikor először belepillantottam az üzenetküldési engedélykérések című mappába, ahol ugye jönnek azok az üzenetek, akik nem ismernek, ismeretlenül nem tudják használni Ennyi az internetet, a messengert nyilvánvalóan, azt hiszem, hogy 8000 esélytelen. 8 000. Igen, Amnak egy nagy része spam, meg nem tudom én micsoda, de van köztük érdemi is. Tehát ez, ez, persze földgyűlt, nem tudom én, tizenvalahány év, év alatt. Úgyhogy akkor ki is írtam, hogy ezt ugye nem gondolták komolyan, hogy ezeket ja, hiszen nem erre van kitalálva. A tessék küldeni e-mailt, vagy nem tudom én, egyéb, egyéb eszközöket. Engem is elég könnyű elérni. A telefonszámom például 30 éve változatlan, és azon is meg szoktak találni és, hát nagyon gyakran van, hogy egyébként elméleteg média tudatos emberek, de a újságírók keresnek ismeretlenül messengeren, és akkor két hét múlva megtalálom majd. Hogy... Érdekes, amit mondasz, most így nem tudom, ha nem vagytok ismerősök, akkor nyilván nem az a legkézenfekvőbb, hogy hogy messengeren, nem tudom, hogy mi oka lehet. Lehet, hogy már valaki annyira ott kommunikál, ahogy a Luca is mondja, hogy mindent itt intéz, de ja, hát nekem is, amikor a szerzői oldalamon valaki nem ér el, de úgy, hogy akár ilyen catcalling üzeneteket, vagy nem tudod, amikor ilyen jó, 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 jó hogy mi, hogy te kapsz-e mondjuk így ilyeneket, mert ha az mi engedélykérésünkbe belemegyünk, szerintem szóval jó, a fele az, fele. az hogy Bele. ilyen, ilyen, <gél> ilyen izé, nem tudom, valami csáú egy halala a profilképben Igen, éppen próbál de, u -u. Összen, és hogy neked ilyen engedékéréseid nincsenek, mert például én apáról kirakok videókat TikTokra, és így ilyen fiatal lányok a kommentekben, hogy apukádnak üzenem, hogy szia, meg nem oh. tudom, és ilyen, a, jön, nem vagyok sokkolva, azért így néha az, hogy nem tudom, vagy így örülök neki tök jó, jól reprezentálja a családot, vagy így nem tudom, de, vagy, de hogy így érdekel, ezt így idősebb férfiként te kapsz Ami, amiből több jön, az nyilvánvalóan azok, azok ilyen ez egy Goldiger típusú eh, ipari... Hát de akkor nagyon rosszul válogatnak. nem, valószínűleg ugyanúgy, mint a... Mint a <laughs> mint a nigériai örökösök, azok is ugyanígy elküldik, látja, hogy sok feliratkozón van, és akkor, akkor és persze nyilvánvalóan, hogyha egy közös ismerősünk nincs, ám feltűnően dúzskeblű képeket tesz ki magáról, akkor lehet tudni, hogy ez mire megy De ki. ha egyszer megírnád a történetet, kedves üzenetküldő, akkor a legjobb ember. Én egyszer ezeket szeret Viszont amire na, én kicsit visszajövő az, azzal, hogy nagyon sokan e, követnek, e, tudom még használni a Facebookot, azzal szaknévsor. Tehát egyszerűen kiírom, hogy ki, kinek van jó, jó nem tudom, van. én. E, kárpitosa, és öt perc alatt az ország legjobb kárpítossával tudok beszélni, tehát erre szuper. Bármit elintézel a, más... a Facebookon, Ö... tehát a Vatikánba be tudtunk menni éjjel, mert valaki, aki ott dolgozott, kiderült, hogy követi apát. Tehát, hogy így olyan dolgokat el lehet intézni az, hogy apa kiírja Facebookra, így kb. mindig az szokott lenni így az első mindennél, hogy hova menjek, súlyba, írjuk ki Facebookra, valakinek majd tuti lesz valami jó tipje, hogy van, legyen szerelő, írjuk ki Facebookra, és mindig megoldódik. Egyébként tényleg? Én vettem Igen, már de... kis fákat is így, meg nem tudom, mindent intézni. Már Facebookon én is. És a másik pedig, ami hát szintén bizonyosítaná a visszaélés ezzel a pozícióval, és óvatosan is bánok vele, az pedig a fogyasztóvédelmi funkciója. Tehát akkor szoktam ezt megcsinálni, hogyha végigjártam már minden hivatalos utat, tehát nem cseréli ki a rossz eszközt, amit vettem, hanem packáznak velem, akkor amikor már mindent meg, akkor kiírom. És érdekes módon akkor egy napon belül megoldódik, Igen. ugyanis nekünk, akik, nekik, akiket itt számon tartanak, hogy sok embert elérünk. Ugye ugyanaz a cég, ahol az ügyfélszolgálat egy, egy teljesen ignorál, ott a marketingosztály meg a PR osztály már nem és akkor ők jelentkeznek, és hirtelen megoldódik a dolog. Nem szoktam vele visszaélni, de, de, egy, de azért az Én ezt idő... amúgy nem gondolom visszaélésnek. Tehát, hogy hát az, abban módon, az értelemben igen. Ezzel, mert innentől nyilván lesz egy beszélgetés a marketing osztály és az ügyfélszolgálat között, hogy figyelj, hmm, lehet, hogy nem kellene így beszélni. Az Igen, nem de nem nyilvánvalóan, akit, akit nem követnek százezren, az, az, ezt nem tudja megcsinálni, és én nem akarok ezzel visszaélni, hogy, mert hogy azt, az, az, az nem akarom, hogy akkor én legyek a, a csókos ügyfél. Nem, hát mert... te legyél, aki ki, ki a... Igen, de történt. tényleg ezt mert akkor szoktam, hogyha, hogyha, már valami rettenetes pofátlanságot észlelek. Meg akkor, amikor a, a az, az automat a kasszához kellett állnunk a tesco és a szegény barátomat elvittük vásárolni, csak nem is beszél magyarul, és akkor 200 tucabek az automat a izéhez, kasszához, és mindketten én Instagramra írom éppen a dühös posztot, a Facebookjaire ír a dühös posztot, hogy miért nem beszélt egy emberrel, miért kell a robot kasszánál vásárolnom, és... és... Jó, tényleg idegbe kerültünk szintén szóval, mert, mert, nem volt ott senki, sen... rosszul működött a a hogy rendszer. hogy nem tudják rendszer. kinyitni nekünk a kasszát, mert nem szabad, de közben ott volt három halálra rémült eladó, akik próbálták működtetni az automatak a akik közül az egyik simán lehetett volna, de nekik nem szabad. It, de aztán Egyébként ott is az lett, hogy, hogy írták hát, nagyon is. kulturált levelet, és hogy akkor ezt sajnálják, meg változtattak is valamint, szóval tulajdonképpen valamikor van értelme. Ott tényleg az volt, hogy nem az volt, felbasszuk. hogy kivártam, hanem hogy tényleg. Már ott a Tesco-ban mindketten posztoltunk, és szegény barátai áll mellettünk, nem érti, hogy mi történik, és mindketten ilyen dühösen írjuk. Valóban ez az, boldog, az automata kassa, amit én azért nem szeretek, mert szeretek emberekkel, ilyen, egy, egy kasszással interaktálni. Nem vagy én. az, aki beszélget a kasszával. De hogy beszélget egy a kasszával? Köszönök csak... neki, visszaköszön, nem <laughs> tudom. Ez már beszélgetésnek. Nem, meg nem hogy három cuccal tök jó, Igen. de amikor egy nagy bevásárlást mm. akar intézni, és mindegyiknél így nem, hívjon, hívjon ide valakit, aki beüti a kódot, meg akkor miért nem beszéltek egy emberrel. Én nem, én egyébként engem mondjuk ez zavar ebbe, hogy én, én tudom, hogy a robot uprisingnál én a robotok oldalán leszek, mert nem azért néztem a westworld et hogy azt ne őket támogassam, de hogy közben pedig csak ne így, hogy akkor azzal oké okay vagyok, akkor ragadjanak fegyvert, akkor jöjjenek, akkor, akkor ízé, legyen nekik valami csapatuk, közösségük, azt támogatom, de az, hogy én nem tudok egy embertől venni semmit, hanem folyamatosan ilyen izi automatákkal kell veszekednem, azt nem tudom elviselni. Az egyetlen robotemnek van értelme, szeretnék, ez a kis robot porszívó, a többi helyen hat beszéljek egy emberrel. <laughs> az jutott még eszembe, amit Luca mondott, hogy szokott téged posztolni, hogy fordítva azért az egy, az egy ingoványosabb talaj, hogy a gyerekéről mit oszt meg az ember. Nálatok ez ugye speciális, mivel ismert gyerekkel ez máshogy van, vagy nem tudom, hogy máshogy van-e. Hogy nálatok van-e, vagy volt-e beszélgetés arról, hogy apa mit rakhat ki, mit nem rakhat ki. Meg szoktad -e kérdezni, hogy mit posztolsz akár? Volt, hát egyébként amikor ők már így kamaszok voltak, akkor az volt a policy, mert azt mondta, hogy semmit. Igen. és akkor próbáltam visszafogni magam. E, aztán utána pedig, amit ő teljesen nyilvánosra kitett, e, az azt olykor volt, hogy megosztom, most hm. ez most is előfordul. Még, hogy megosztja az ilyen szelfieimet, amit ilyen arra, hogy most szokták, hogy csak kirakok ma valami szép képet, és így kirakja Instagram sztoriba, hogy lányom. Mm. És akkor az ilyen, az ilyen cuki. De azért nem szoktuk. Én, én, tök, én sokat posztolok amúgy a pároli TikTokra, mert csinál ilyen vicces dolgokat, és akkor ezt oda lehet Írani. De én is megszoktam kérdezni, megmutatom, meg, meg is mutatom, hogy hogy reagáltak rá az emberek, meg ilyenek és amúgy így, így reagálnak rá, hogy mondnak a apukának, hogy hello, és így, <laughs> <és gül> a nem Fox. A, ne, de amúgy három videón van kint a perről, és az összes ez, hogy még most is nagyon jó pas, mert ilyen fiatalkori képeiket posztoltam például, így, mert nagyon menő képeik vannak uh -huh. gimiből, és amikor azokat így megtaláltam, így azokat így befotóztam, és, és ja, úgyhogy csak ilyen, ilyen jönnek a goldigerek, arra kicsit nem baj. Csak az, egy nagyon rossz helyen goldigelnek, mert nincs gold. <laughs> Volt olyan, hogy levetettél valamit, amit Apu kirakott? Nem, talán egy olyan volt mondjuk, hogy átküldtem neki egy képet, amit még nem lehetett kirakni, mert hogy nekem mondjuk már átküldte a fotós, de hogy még ah. nem lehet, mert meg fog jelenni valahol, vagy ilyenek, és akkor azt, de amúgy nem, nem szoktam, mert azokat osztja tovább, vagy amiket ö, én kiraktam. Szóval hogy olyat nem szokott kirakni, hogy mondjuk lefotóz, olyan egy-két szentelmény van, mi tudom, húsvétkor csinálunk egy képet az asztalnál, így mindenki ott is azt kirakja, de hogy nem szokott olyat kirakni rólam, amit én nem raknék ki. Úgyhogy uh, annyiból nem, nem szokott ilyen. Meg egyébként azt meg szoktam kérdezni, és ez nem csak a generációs kérdés, főleg a, hogy mondjam, családunk és baráti körünk nőtagjaitól, hogy ezt a képet ki tehetem, mert fiúktól nem kérdezem meg. Szarulni Hát, a szarul hát néz ki. Szegény fiúk, nekik bármi mehet. Nekem mondjuk innen bajom, annyi szarkép kép van már ki az interneten, hogy így teljesen elengedtem ezt, hogy jól nézek ki valamint, tehát, hogy már már nem is harcolok. Ezzel megpárna amúgy nem ismernek így föl emberek, tehát nem vagyok ilyen atom, híres vagy nem tudom, azért tényleg nem, de mindig pont akkor, amikor a legszarabb állapotban vagyok, állapot, tehát amikor így izé zokogva sétálok haza éjszakadákról, akkor fog hozzám valaki odajönni, hogy csinálhatunk -e egy képet, soha mikor máskor, úgyhogy én már így megszoktam, hogy csak borzalmas képek vannak kínulom az interneten, amiket más emberek csináltak. Meg mert persze nálunk azért is más, mert róluk vannak modellképek, a, mi, mi Lizáról is, meg a Luczáról is, ami hát ő, de mégse ő, hanem ott valami, valami egy, egy ruhát, vagy egy nem tudom én mi, micsodát éppen bemutat. És akkor ezt megosztani azért más, mint a, a családi vacsorát megosztani. Van-e olyan nektek, hogy online szeretett nyelvetek? Tehát olyan, amit, amit talán a legelején említetted, azt, hogy eszembe jutottál, és lefotóztam, és át küldtem, de nem lett jó, vagy átküldtem volna, de nem lett volna jó a kép, van-e ilyen értelemben vett online szeretett nyelvetek? Hát abban az értelemben van, hogy mind a kettőnknek a szeretett nyelvéhez erősen hozzátartozik a főzés. Uh -huh. é, és akkor ezzel kapcsolatos képek, meg, meg tervezgetések, az hozzátartozik ehhez. Igen, meg hát itt csak úgy alapban megosztok itt dolgokat, amiket látok, mert mind, mindegyikünk egy elég ajándékozós is, tehát például, ha látunk valami olyan cuccot, ami így a másiknak tetszene, azt is így át szoktuk küldözgetni. Én majd a market, Facebook market, persze mindig, hogyha ilyen jó lakásokat, bútorokat, így ilyeneket, akkor azokat mindig így átdobom meg, hogy meg tudja nézni. Meg a, a, az én nem feltétlenül a napával, így inkább a hugommal, hogy ott így nagyon sokat kommunikálunk egymásra, ilyen TikTokokban, és akkor azokat mutogatjuk mindig így egymásnak, és igazából ez a fiatalok között, vagy hugommal húgommal ez a Mém, mém küldözgetés van igazából uh -huh. inkább. Neked csak, neked apának kevés TikTokot szoknunk, az kedvencemet letörölték, volt ilyen, ilyen apukat TikTok, amit nagyon szerettem, és hogyha ez hallja az, aki azt csinált, akkor léci rakja vissza TikTokra, ami ez volt, egy apukám nyáron, és hogy így, így hoztam nektek dinnyét, ne, nem vettétek meg a dinnyét, itt rohadt meg ránk, és minden apuka egy egész nyáron csak így beállít egy csomó dinnyével, amit senki nem fog megenni, és utána ki van akadva, hogy nem eszik meg a dinnyét, amit nem kér. Meg nálunk így, most már szerencsére leszoktak róla, de mindig ahol láttak valahol a világban mangócsatni, azt lefotózták, mert azt állítják, ami egyébként nem igaz, de. hogy én bárhova megyek, veszek egy mangócsatnit, és boldogan az a hogy ez nagyon finom, és de hát ezt már, van másik ezt csak. Nagyon sokszor megcsinálta, hogy volt kb. négy üveg otthon, és akkor hazajött, hogy a mangócsatni, ez csodálatos lesz, amikor majd csinálunk halat, meg de soha itt van négy, soha büdös életben, mangócsatni. És egy ugyanezt megcsinálta a Doors koncert film DVD-vel, háromszor jött haza, úgy izgatottan Olyan. a média már, hogy azt néz, találtam, nagy jó lesz, és hogy ez már kétszer megvan nekünk, és én mindig elfejtem, mert hogyha megkérik, hogy hozzam valamit egy boltból, mert emlékszik rá, hogy mit kell hozni, de mindig a csiriset hozza, és soha nem a csiriset kértük, hogy mondjuk kérjük, hozz egy zacskó chipset, oké, és fixen a csiriset fogja hozni, ami amit senki nem kér. Azért hozza, hogy ne egyétek meg előle, mert de nem is ott lakik, nem, nem, indokolt egyszerűen. a csatni a csiri meg a Doors koncert DVD az, az online a nyelvet <laughs> a <az> nyelv, gyári <laughs> nyelv, <laughs> Krisztiánnak. Hát nagyon szépen köszönöm. Az, ez nem igaz egyáltalán. <laughs> <laughs> Egy következőnek még együtt valami, hogy elviszem a három dort koncertérdét, és így tartani fogom végig. Ki lehet sorsolni most már. Igen, van, egyébként aki. ezt már többször elmondtam. Akinek még van DVD lejátszója, ugye? Igen. Mert van egy, egy, egy elég nagy mennyiségű ilyen offline adat hordozunk, amikkel már egyáltalán nem lehet mit kezdeni. Igen, majd most újra divatba jönnek valószínűleg ezek. Én nemrég megnéztem az ötödik elemet DVD-n is, tök jó volt. Hát akkor köszönöm, hogy ennyire nyíltan és őszintén meséltetek a ti családi kommunikációtokról és euh, nem tudom, szoktunk kívánni itt néha a popfilter végén, és hogy az, azt kívánom, hogy minél több olyan élmény legyen mind a kettőtök életében, akár kolbász, akár mangócsatni, akár utazás, akár valami abszurd jelenet, amit el tudtok egymásnak küldeni, és közösen tudtok nevetni. Köszi, ez jó. ez jó. Jó ja. Igen, magunknak is ezt kívánom a mi családunkban, úgyhogy köszönjük a figyelmet.